Sziasztok! Remélem, jól telik a hétfőtök. Nem tudom, mennyire emlékeztek, pár hete az egyik futós videómban említettem nektek, hogy hurokba tettem a fejemet, és most következik majd a teljesítés december 1-től 7-ig. Van rá lehetőségem, hogy teljesítsem azt, amit vállaltam. A hurok nekem abból adódik, hogy én még ilyen időben, tehát ilyen hidegben nem igazán futottam, úgyhogy mindenképp a komfort zónámat fogom úgymond tágítani holnap napközben. És egy jótékonysági futásról van szó, ahogy a videó címe is mutatja, a Mikulás futásról. Maga a futóverseny, illetve a futás regisztrációhoz kötött, és igazából a teljesítésnek a módja nincs megadva. Tehát nem kell neked futni, ha nem akarsz, lehet kocogni, gyalogolni, és én azt gondolom, hogy biciklivel is teljesíthető, hogyha az ember ilyen hidegben még tud és bír biciklizni is. Magát a távot te szabod meg, hogy mennyi az, amit szeretnél teljesíteni. Ha nem áll hozzád úgymond közel a mozgás, vagy azt mondod, hogy te ebben a hidegben nem annyira szeretnél kimozdulni, vagy megmozdulni, viszont a jótékonykodás része az úgy megfog, illetve az életedben egyébként is ott van, akkor a jótékonykodás részét ragad meg, mert megteheted, anélkül, hogy bármennyi kilométert is teljesítenél. Tehát a regisztráció során lehetőség van arra is, hogy 0 kilométert válasszon az ember. Én megmondom őszintén, már nem emlékszem, hogy milyen távot választottam, illetve mennyit vállaltam be, az biztos, hogy holnap nekiindulok, és ameddig bírom teljesíteni fogok, illetve róni fogom a kilométereket, mégpedig azért, hogy ezzel a futással, illetve magával a nevezési díjjal a látássérültek szabadidős sportegyesületét tudjam támogatni, illetve nem csak azt, hogy tudjam, hanem őket fogom támogatni. Tehát december 1-től december 7-ig van lehetőségetek teljesíteni bármennyi távot, tehát hogyha szeretnétek futni, kocogni, biciklizni, gyorsgyalogolni, bármelyiket, akkor választatok egy távot, amit be tudtok vállalni. Ha csak jótékonykodni szeretnétek, akkor mindenképp érdemes ezt megtenni ugyanúgy, 0 kilométer kiválasztásával, és ez a jó pár nap áll rendelkezésetekre, hogy tudjátok ezt teljesíteni, és a futásnak a neve, ahogy a videó címébe is írtam, Mikulás futás, pontosan azért, hogy a látássérültek szabadidős sportegyesületét tudjuk támogatni. Én holnap napközben mindenképp teljesítem, meglátjuk, mennyire lesz hideg, beszámolok majd róla, titeket pedig buzdítalak arra, hogy segítsetek, hiszen ez a mostani időszak kiváltképp fontos, hogy ilyen jegyben is teljen. Legyen szép estétek addig is, sziasztok!